Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, egy személyes kivetést. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a videó március 2-án jelenik meg. Ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold az Anuradha holdházban van. Ez jelenti a fényt, a tisztaságot, a szépséget. Most megvan arra a lehetőségünk, hogy tisztázzunk bizonyos dolgokat. Vagy megvan ez a csodálatos kisugárzásunk, ez a fény. Ezen a napon Uránusz bolygó és Vénusz bolygó kapcsolatban áll egymással, de ez kellemetlen. Vénusz bolygó az jelentheti a szerelmi témákat is, itt most van egy feszült helyzet, holott a hold egy gyönyörű holdházból hat ki ránk, de azért még vannak feszültségek, különösen ami a múltat illeti, amit szeretnénk lezárni, amikor ki akarunk lépni ebből a szűkös helyzetből. Uránusz bolygó jelenti a változásokat is. Lehet, hogy most nem a megfelelő időpont valami újat kezdeni, hanem kellene néhány napot várni, amíg ez a feszültség elmúlik. A politikát illetően Uránusz bolygó jelenti a forradalmat. A francia forradalom idején fedezték fel például ezt a bolygót. És itt vannak bizony felkelések, Vénusz bolygó pedig szeretné a békét. Vannak, akik a béke mellett állnak, vannak, akik háborúskodnak. Itt van a feszültség. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata, az itt felül látható. Ez a kártya szimbolizálja a felhőt. Valami még átláthatatlan számára, különösen ami a munkahelyét illeti, hiszen a horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást. A horgony jelenti azt is, hogy kell számára a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. De hogy hol van ez? Melyik ez az irány? Itt még látható ez a felhő, ami számára még átláthatatlan. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Lehet, hogy valamit ő átélt fél évvel ezelőtt, és ez az esemény visszatér hozzá, itt rendeznie kell bizonyos dolgokat. Ez a fél év lehet a jövő is, hogy fél éven belül lesz munkahelyi változás, vagy a párkapcsolatban meg lesz ez a stabil helyzet. Az ő érzelmei. Ő úgy érzi, hogy benne van ebben a labirintusban. Ez kellemetlen neki, hiszen láthatóak itt az utak, ő ki akar lépni ebből a helyzetből, ami lesz egy új irány, lesznek változások és döntések. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy az ő gyermekkori emlékeit, de a gyermek szimbolizál gyakran egy új irányt, egy új kezdetet. Mit fog tenni?
Látható, hogy ő szeret téged, megbízik benned, hogy te is szereted őt, és itt tisztázódnak a párkapcsolatban a dolgok. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, láthatóvá tesz téged is, és az azt jelenti, hogy ő látni akar téged, kimutatja az érzelmeit. Megvan ez a kisugárzás, megvan ez a vonzalom kettőtök között. Hasonlóan, mint ez az Anuradha, holtház, ami a fényt jelenti, a szépséget és a tisztaságot. Mi fűz össze benneteket, az itt látható a magyar kártyán, középen, amit a férjem készített, és most a Csé betűről van szó. Ez lehet valakinek a neve, például Csaba, vagy Csuka, vagy lehet egy helység, például Csernelháza Dabonya jutott eszembe, vagy egy fogalom, például Csupán ez van. Hogy neked mi jut eszedbe, azt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. A régi írásmód itt középen van, ez az úgy nevezett rovás írás, aminek van misztikus jelentése, van szimbolikus jelentése is. Itt látható ez a négy szög középen, de kicsit elcsúszik, mint hogyha elcsúszna a talaj a lábatok alól. De itt van kiút, van megoldás, sőt, kettő is. Ez az egyik irány, ez a másik irány. Valamit kellene változtatni a helyzeten. Hasonló ez a szimbólum, mint ahogy a kártyák mutatják. Kell a stabil párkapcsolat, de még itt van a felhő, itt megjelenik még a labirintus, de itt vannak lehetőségek, utak változtatni a dolgokon. Ez a rovás írás hasonló, mint a germánoknál a rúna. Egy ilyen rúnát nem találtam, de itt van egy hasonló. Én látok hasonlóságot ehhez a rúnához, és ez azt jelenti, hogy itt lesz jólét, gazdagság, nyeremény. A napi energia itt van. Vagy vedd kezedbe ezt az érmét, légy tudatában a saját értékeiddel, mert te is nyújtasz másoknak valamit, vagy az is lehet, hogy valaki átnyújtja számodra az érmét, mert segít anyagilag, vagy lesz egy ajánlat, ami a munkát, a hivatást illeti, vagy valaki értékel téged, és ezt kimutatja számodra. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!